Bölcsőde épül Kemecsén. A fejlesztés több mint 1 milliárd forintba kerül. Az 56 férőhelyes intézmény a tervek szerint szeptemberben kezdheti meg működését. Dráguló burgonya. A termesztőknek továbbra is meg kell küzdeniük az aszálykárok és a bekerülési költségek okozta kihívásokkal. Óvatosan etessük a madarakat. A legjobb megoldás a Naturnapra forgó mag, a gyümölcsök közül pedig az almát szeretik a legjobban. Új bölcsőde épül Kemecsén. A beruházást a helyi református egyházközség uniós és állami támogatásból, valamint saját forrásból valósítja meg. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A fejlesztés több mint 1 milliárd forintba kerül. Az 56 férőhelyes bölcsőde a tervek szerint szeptemberben kezdheti meg működését. Ünnepélyes keretek között helyezték el az új református bölcsőde alapkövét Kemecsén. Az esemény rendhagyó módon az építkezés megkezdése után történt, hiszen az intézmény falai már állnak, a tetőszerkezet kész, a munkálatok folyamatosan zajlanak. A korszerű, a legmodernebb energetikai igényeknek is megfelelő épületben 4 csoportszobát alakítanak ki, összesen 56 gyermek ellátásához elegendő férőhellyel. A beruházást a helyi református egyházközség uniós, állami és saját forrásból valósítja meg. Az építkezés teljes összege több mint 1 milliárd forint, amely egyházmegyei szinten is jelentős fejlesztés. Megyénkben jelenleg összesen 4 bölcsödét, 4 óvodát és 8 általános iskolát működtet a református egyház. Kemecsén van egy nagyon szép íve az egyházi nevelésnek, hiszen említettem, hogy már óvodai nevelés folyik a városban, a református egyház fenntartásában, és néhány évvel ezelőtt az általános iskola fenntartását is jónak látta az önkormányzat a református egyház kezeire, irányítására bízni. Én azt gondolom, hogy az ott folyó munkáknak az elismerése, bizonyítéka az, hogy a város vezetés, a járás vezetése úgy döntött, hogy a református egyház irányítása alatt megbízható kezekben van, emberi megfogalmazás szerint a következő intézmény ágazat, a bölcsődei nevelés. Ez megtisztelő is, és egyben felelősséget is ró az egyház község vezetésére, az egész egyház község tagságára, hiszen úgy járhatnak itt a városban az emberek azzal a tudatossággal, a református egyháznak a tagjai, hogy ezt a felelősséget hordozzák, illetve ezt a bizalmat megkapták a város vezetésétől és az lakosságtól is. Az ünnepségen elhangzott, a városvezetés az oktatási, nevelési és szociális intézményeinek fenntartását a református egyháznak adta. Az önkormányzat és az egyházközség együttműködése pedig példaértékű a településen. Mivel most már a református egyház egy meghatározó intézményfenntartó, úgy gondoltuk, hogy a református egyházat is segíteni kell, és maga a református egyház közösség beadott egy pályázatot a TOP keretében, és erre megnyerte a forrást egy 4 csoportszobás bölcsőde építésére, és ennek a építkezésnek a munkálatait látjuk itt a hátunk mögött éppen, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a forrást sikerült elnyerni, és maga nem az önkormányzat, hanem az önkormányzat segítségével, közreműködésével, hiszen kellett, hogy támogassuk ebben az egyházat. Az önkormányzatnak ebben, hála Istennek, nagy tapasztalata van, hogy a projektek megírásában, megvalósításában, menedzselésében segítjük az egyházat, és így tartunk most ennél a kivitelezési stádiumnál. Az épület mellé játszóudvar is kerül, melynek egy része fedett lesz. A bölcsőde előtt pedig parkolókat alakítanak ki, ahol egy elektromos autó töltőállomás is helyet kap majd. A beruházás a tervek szerint jövő szeptemberre elkészül. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt csütörtök délután a 4-es számú főút 302-es kilométer szelvényében, Berkesz közelében. Az eddigi adatok szerint egy tehergépkocsi és 2 személygépkocsi ütközött össze. A baleset következtében az egyik személygépkocsit vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a műszaki mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta. A tavalyi termés felével zárják az évet a burgonya termesztők, akik számára az idei év nem várt nehézségeket hozott.
Bár a kormány az ásapka bevezetésével mérsékelte a fogyasztók számára megjelenő burgonya árát, a termesztőknek továbbra is meg kell küzdeniük az aszálykárok és a bekerülési költségek okozta kihívásokkal. Nem indult zökkenőmentesen a hazai burgonya termesztők számára a 2022-es év, és ezt a vásárlók pénztárcája is megérezte. Idén februárban majdnem harmadával került többe a kereskedelmi forgalomba került burgonya, mint az azt megelőző évben. Akkor, mint arról korábbi műsorainkban is beszámoltunk, a drágulás okát a termelők a munkaerőhiányban, a külföldről behozott burgonyában és az öntözés hiányában látták. A helyzet később sem oldódott meg, ráadásul a történelmi léptékű aszály tovább nehezítette a burgonya termesztést, mondta Augusztinyi András, a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetője. Én 42 év volt csinálom a kísérleteket, de összesen nem találkoztam ilyen borzalmas évvel, mint ami ez volt. Kezdődött ugye már a rendkívüli szárassággal, hiszen májusban 5 mm csapadékunk volt, júniusban 20 mm. Ez még sajnos tetézte a nagyon-nagyon meleg éghajlati viszonyok, amit ugye burgonya 25 fokon felül már nem érzi jó magát, és a túlélésre küzd, tehát a lombra, indára növekszik, és nem a gumó. Termésmennyiségre visszatérve, az elmúlt éveknek körülbelül a fele termése volt, illetve még sok fajtánál annyi se, de ezt el lehet mondani egész Európára, tehát a nagyok, a franciák, a németek, a dánok, tehát mindenki, a hollandok, mindenki nagyon panaszkodott, tehát náluk kint volt ilyen 50-60 tonna, most a fele, sajnos Magyarországon is hasonló a helyzet. Az aszálykárok mellett a termelőknek az elszabadult energiaárakkal is meg kellett idén küzdeni, hiszen a termesztés bekerülési költségei, a benzin és olajárak, a gáz és villanyárak emelkedésével jelentősen megnövekedtek, akár csak a műtrágya beszerzési ára. Konkrétan nem tudom megmondani, de illusztrálni tudok pár példával, hogy 2 évvel ezelőtt még például a péti sót 5500-ért vettem, tavaly 20.200-ért, most 28.000 forintért. Tehát ez is mutatja, hogy drasztikusan emelkednek a műtrágyárak. Azt viszont tudni kell, hogy a műtrágya, vagy a burgony az különösen igényes tápanyagra, tehát nagyon sok kálit kell el neki adni. Tehát nem megy olcsó, mert bőven 1 millió felül van már az önköltségi ára a burgonyának. Tehát ehhez kell kalkulálni a termés, hogy mennyi, még utána ugye a gépi munkák, kézi munkaerő, stb. Tehát az egyik forintálisan az egyik legtöbbe kerülő termesztés a burgonya. A szakember úgy véli, az ársapka miatt nem valószínű, hogy a burgonya hiánycikké válhat az év végére, és ez azért is alakulhat így, mivel a magyar lakosság a felmérések szerint egyre kevesebb burgonyát fogyaszt. Sőt, nem csak kevesebb krumplit fogyasztunk, de egyre kevesebbet is termesztünk. Sajnos burgonya terén évek óta negatív tendencia van az ültetési felületen, minden évben kevesebb. Most ugye ez az időjárás szerintem még jobban befolyásolni fogja, bár mindig az a véleményem, hogy régóta csinálom, hogy amikor jó a burgonyának az ára, akkor következő évben nagyon sokan akarnak burgonyát. Hát nyilván ugye ezek adottságok kell, ugye öntözés, agrotechnika, gépesítés, stb. Úgyhogy a régi nagyok abba hagyták, és ugye amortizálódott az egész gépülőpark, leromlott, eladták, tehát nem nagyon hiszem, hogy olyan túlságosan nagy területen megint el fogják kezdeni. Könnyen elképzelhető, sőt valószínű, hogy emelkedni fog a burgonya ültetési felület Magyarországon. Augusztinyi András hozzátette, az éghajlatváltozás és a bekerülési költségek emelkedése miatt egyre népszerűbb a sokkal szárazságtűrőbb édesburgonya, valamint a csicsóka termesztése hazánkban, és ezek a táplálkozás szempontjából számos pozitív egészségügyi hatással bírnak. Kábítószer és fegyverszállítására is alkalmas rejtek helyre kerékbe épített zugra bukkantak a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei. A NAV munkatársai a Záhonyi határátkelőnél egy ukrán férfi autójának alapos átvizsgálásakor 101 doboz zárjeg nélküli cigarettát találtak egyedi módszerrel kialakított rejtek helyen. Feltehetően a csempész áru csak próbaként szolgált. A csempészek tesztelték annak átjutását a határon, legfőképp a NAV felderítési képességét, éberségét. A hatóság vizsgálja, hogy az autó korábbi időszakban átlépte a magyar határt. Szakemberek szerint a kialakított rejtek helyen ezzel a módszerrel kábítószert és fegyvert is szállíthatnak a csempészek, ezért nemzetközi szinten is fontos, hogy a hatóságok felkészüljenek hasonló esetekre.
tévhit, hogy a madarak emberi segítség nélkül nem képesek átvészelni a telet. Ennek ellenére valóban segítségükre lehetünk abban, hogy nagyobb zsírréteget építsenek fel. A legjobb megoldás a natur napraforgó mag, a gyümölcsök közül pedig az almát szeretik a legjobban. Viszont soha ne adjunk az énekes madaraknak kenyeret, mert ezek erjedésnek indulva gyomor és bélgyulladást, és akár a madarak pusztulását is okozhatják. Még a madarak kitatására egész évben érdemes odafigyelni, addig az etetés során más szabályokat kell követni. Ezt a hosszú fagyos időszak beállta előtt nem is muszáj elkezdeni. Az ornitológusok azt mondják, ez valójában az emberek kedvtelése. A madarak ugyanis feltalálják magukat, és télen is találnak táplálékot. Akkor viszont, ha elkezdtük, legyen ez november vége, legyen ez január eleje, majd időjárás függő, akkor folyamatosan etessünk, tehát odaszoktattuk a madarakat, akkor nem árt, hogyha naponta ránézünk arra az etetőre, hogy van benne még mag. Érdemes egyébként nem nagy mennyiségű magot kiszórni, mert akkor piszkolják a madarak. Tehát inkább kevesebbet, és időnként ki kell takarítani azt a madáretetőt, hogy ürülékkel ne szennyeződjön az ennivaló, és akkor inkább naponta, két naponta töltsük fel, hogy ezt megtehetjük. A legtöbb énekes madarunk szereti a fekete, apró szemű napraforgó magot, de akár cinkegolyót is kitehetünk nekik. Ha ebből kifogyott a táplálék, a műanyag hálót mindenképpen szedjük össze. Nem csak csúnya, de a madarak számára veszélyes is lehet. A fekete rigó nem eszik magot, elsősorban rovarokkal, gélisztákkal táplálkozik. Őket télen gyümölcsökkel tudjuk etetni. Az alma mellett a nem sós, főtt rizst, krumplit, de akár a megmaradt leves húst is szívesen elcsipegetik. Ezt azonban ne a madáretetőbe tegyük, hanem szórjuk le a földre. A fedett etetőt pedig hagyjuk meg a cinegéknek. Március közepe fele, hogyha már nincsen komoly hideg, mert ugye volt nekünk az havas húsvétunk is, tehát hogyha természetesen ilyenkor kitolhatjuk az etetést, hogyha olyan a tavaszi időjárás, de ha rendesen megjött a tavasz, akkor hagyjuk abba az etetést, az itatást viszont ne, tehát azt egész évben folytassuk. Oduról akkor egy-két szót, az odu viszont egy madár lakás, mondhatjuk, hogy egy gyerekszoba, amit kifejezetten fészkelésre használnak a madarak. Tehát mi a Sóstói erdőbe is, meg az erdészet több területére raktunk ki mesterséges odú telepeket, és előfordult az, hogy úgy találtuk meg, hogy szalonnát dudostak bele a jó szándékú arra kirándulók. Tehát ez nem konyha. Ugye mi se szoktunk a tévészobába enni, jobb helyen legalábbis, hanem a konyhába. Hát a madarak ezt a fiókáik felnevelésére használják, vagyis fészekanyagot hordanak bele, attól függ, hogy milyen faj, mint mohát, szőrszálakat, esetleg szalmát, a csúszka az például apró kéregdarabkákat, ezzel ágyaz meg a tojásainak, ebbe tolják bele a tojók a tojást, és itt nevelik fel a fiókáikat. Ezt főleg tavasztól nyár közepéig használják, attól függ, hogy egy vagy két költés van benne. Ezt általában ősz végén vagy tavasz legelején ki is szoktuk takarítani, hogy a következőben tiszta odú várja a madarakat. Ők nem szeretnek piszkos, élősködőktől hemzsegő régi fészekanyagra fészkelni, hanem ők azt szeretik, hogyha egy új odú várja őket. Születésnapja alkalmából szerveztek köszöntő programot Jamie Lee Curtisnek Máté Szalkán. Az eseményen a hollywoodi színésznő munkássága mellett a javaslatára létrehozott alapítványt is bemutatták az érdeklődőknek. Az alapítvány segítségével a zsinagógát és annak környékét újítanák fel a városban. Színűnapra jöttünk és gyűltünk össze. Jamie Lee Curtis magyar származású amerikai színésznőt születésnapja alkalmából köszöntötték fel Máté Szalkán. A kétszeres Golden Globe díjas színésznő nagyszülei a szatmári városból emigráltak Amerikába még az 1900-as évek elején. A színésznő édesapja, a legendás Tony Curtis már New Yorkban született. A magyarságára büszke Jamie Lee Curtis tavaly nyáron személyesen is ellátogatott Máté Szalkára. Tavaly júniusban volt itt, június 6-án, ha jól emlékszem, tartjuk a kapcsolatot folyamatosan, hiszen várjuk, hogy 2023 elején ismét jöjjön Magyarországra egy filmforgatásra, akkor majd meglátjuk, hogy az idejében mi fér bele, és hogy tudjuk összehozni Máté Szalkát megint, de fantasztikus dolgok jönnek majd
majd elő, hiszen egy filmet szeretnénk forgatni Tony Curtisről, amelyhez őt is szeretnénk megnyerni, mint szereplő, és hát ugye ne felejtsük el azt az alapítványi kérdést sem, ami ugye itt Máté Szalkán napi ügy lehet majd, hiszen amikor itt volt Jamie Lee Curtis, akkor ő felajánlott, hogy arca lenne a Máté Szalkai zsinagóga felújításának, és erre egy alapítvány létre is jött már. A Máté Szalkai önkormányzat még tavaly jóvá hagyta az alapítvány létrehozását. Idén év elején pedig 5 fővel megalakult a szervezet, amelynek 5 millió forintos alaptőkéjét az önkormányzat biztosította. Céljuk, hogy a Máté Szalkai zsinagógát és annak környékét felújítsák. Az elmúlt hónapok eredményeiről a kuratórium elnöke számolt be a közönségnek, aki elmondta, az épületről értékleltár készült, a rekonstrukció menete és annak költségei pedig már megbecsülhetők. Az alapítvány a pénzgyűjtés mellett pályázati segítséget is igénybe fog venni, ami ügyintézése szintén folyamatban van, és azt gondoljuk, reméljük, hogy jövő évben egyébként is itt lesz Jamie Lee Curtis is ellátogat ide, és személyesen is tudunk erről beszélni, egyébként online tartjuk majd vele a kapcsolatot. Készült egy kisfilm a zsinagógáról is, egy népszerűsítő kisfilm, ami azt a célt szolgálja, hogy a támogatók, akik akár a filmiparban, akár itt Máté Szalka környékén működnek, cégek, vállalatok, támogassák ezt a kezdeményezést, azért, hogy a Máté Szalkai zsinagóga és annak környéke megújuljon, impozáns legyen, és a régi enteriőt visszaadja. A Máté Szalkai zsinagógáért alapítvány munkáját Jamie Lee Curtis is segíti, aki az adományok gyűjtésében ajánlotta fel támogatását. Két hét szünet után a hétvégén ismét bajnoki mérkőzés játszik a Nyíregyháza Spartacus. A tabella 12. helyén álló Spari az MB2 18. fordulójában a 7. Csákvárt fogadja. A mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Sényűi Sporttelepen. A válogatott meccsei miatt két hét szünet volt a másodosztályú labdarúgó bajnokságban, ami jól jött a csapatok számára a hátralévő 3 őszi forduló előtt. A Nyíregyháza Spartacus a Diósgyőr elleni vesztes keleti rangadó után rendezhette sorait. Huszák Géza vezetőedzőnek novemberre több játékosa is kiesett, így a szakembernek nincs könnyű dolga az őszi hajrá előtt. Próbáltunk egy kicsit feltöltődni, nagyon sok mérkőzésen vagyunk túl. Ugye az utolsó, ugye egy keleti rangadó ugye a Diósgyőr ellen, ami nagyon fáj, hogy elvesztettük, mert nagyon sok szurkolónk elkísért bennünket. Úgyhogy erőgyűjtésre használtuk, illetve hát nagyon sok sérültünk van, és volt a tartalékcsapatunknak bajnoki mérkőzése. Próbáltuk azokat a játékosokat játékba lendíteni. Gondolok itt a Ramosra, Adamcsekre, Szeretőre, Artnerra, tehát több csősz, tehát több olyan játékosunk van sajnos, akik nagyon-nagyon hosszú sérülésből jöttek vissza, nincsenek játékba. Úgyhogy erre használtuk, illetve volt, akik most menet közben lebetegedtek, hát mindenki tudja, ugye, hogy a Diósgyőr meccsen a Novák nem tudott pályára lépni, a mérkőzés előtti edzésen érezte a lábát, megpróbálta a bemelegítés még ugye ő is. Ugye sérült volt, így egy hetet hagytuk, hogy pihenjen, a Baki is sérült volt, úgyhogy ő is talán már a mai nap be tud szállni az edzésbe. Úgyhogy igazán egy ilyen vegyes történet volt, akik egészségesek voltak, azokkal erőgyűjtöttünk egy kicsit az utolsó 3 mérkőzésre, akik meg mondom le vannak maradva, azokat próbáltuk szépen lassan hozni fel az utolsó 3 meccsre. A tabella élén a DVTK áll 37 ponttal megelőzve a 33 pontos PMFC-t. A 21 ponttal 12. Nyíregyháza legközelebb a 24 ponttal 7. Csákvárt fogadja. Csákvár a Puskás Akadémiának a fiók csapata, ráadásul ugye a Kártik Bálint és a Hornyák Marci ott játszanak, kimondott jó futballt játszanak, sok olyan játékügyes játékosuk van, nem véletlenül tartanak ott, ahol tartanak, bárkit képesek megverni. Nehéz mérkőzésre számítok, nem tudjuk, hogy milyen talaj fog fogadni bennünket, ugye most már azért lassan ugye itt a tél, eső, hó, bármi történhet, ami tudja befolyásolni a mérkőzést, de hát nekünk alkalmazkodni kell mindenhez, és meg kell próbálni mindenképpen minél több pontot összeszedni. Ezekből a mérkőzésekből, hát ebből első a Csákvár, most egyelőre csak a Csákvárra koncentrálunk. A Nyíregyháza Spartacus Csákvár mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Sényűi Sporttelepen. A forduló további párosítása a következő,
Nyírmód Szeged, Gazincbarcika MTK Budapest, Soroksár Budafok, Siófok Mosonmagyaróvár, PMFC Szentlőrinc, Ajka Dorog, Tiszakécske Békés Csaba, Szombathely Kozármisleny és Eto FC Győr DVTK. Napkoron a futóhomok hazájában tavaly novemberben szerveztek először futóversenyt Szent András napján. Serbán András, az András napi futóverseny főszervezője azt mondta, idén ismét várják a határon innen és túlról érkezőket több kategóriában, sőt, keresik az ország leggyorsabb Andrását is. Bár nevezni még a verseny előtt is lehet, eddig több mint 400-an jelentkeztek. 12 országból várunk most futókat, többek között ugye Kenyából, Dél-Afrikából, Bangladesből is jönnek, Kárpátalja, Románia, nyilván ugye a magyar futók azok elég sokan lesznek. Mintegy 400-an neveztek a versenyünkre, örülünk neki nagyon, több tábban is lehet nevezni. Csapat szinten is lehet nevezni ugye a futóversenyt, még mindig a helyszínen is elfogadunk nevezéseket, ott is lehet a helyszínen nevezni őket. 5-10-21 kilométeres félmaraton csapatban lehet 15 kilométeres váltóban nevezni, illetve diákfutásunk van, még 1800 méteres diákfutásunk, amiben általános iskolás diákokat várunk. Ők is szép számban neveztek, de még mindig lehet nevezni, 26-áig várjuk őket. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Új bölcsőde épül Kemecsén, a beruházást a helyi református egyházközség uniós és állami támogatásból, valamint saját forrásból valósítja meg. A fejlesztés több mint 1 milliárd forintba kerül. Az 56 férőhelyes bölcsőde a tervek szerint szeptemberben kezdheti meg működését. A tavalyi termés felével zárják az évet a burgonya termesztők, akik számára az idei év nem várt nehézségeket hozott. Bár a kormány az ársapka bevezetésével mérsékelte a fogyasztók számára megjelenő burgonya árát, a termesztőknek továbbra is meg kell küzdeniük az aszálykárok és a bekerülési költségek okozta kihívásokkal. Tévhit, hogy a madarak emberi segítség nélkül nem képesek átvészelni a telet, ennek ellenére valóban segítségükre lehetünk abban, hogy nagyobb zsírréteget építsenek fel. A legjobb megoldás a natur napraforgó mag, a gyümölcsök közül pedig az almát szeretik a legjobban. Viszont soha ne adjunk az énekes madaraknak kenyeret, mert ezek erjedésnek indulva gyomor és bélgyulladást, és akár a madarak pusztulását is okozhatják. Önök november 25-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton este szokásos hírösszefoglalóval, a Krónikával jelentkezünk. Addig is várja önöket internetes oldalunk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton erősen felhős vagy borult párás idő lesz a jellemző, csak helyenként süthet ki néhány órára a nap. Előfordul a szitálás, néhol gyenge eső. A maximum hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. Vasárnap napközben általában javulnak a látási viszonyok, de kevés helyen süthet ki a nap. Inkább réteg felhős, párás idő lesz a jellemző. Estétől ismét többfelé képződhet köd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között valószínű.